Magyarország legnagyobb ökológiai katasztrófájával kellett és kell szembenéznünk múlt hétfő óta. Megnyitottunk egy elkülönített számlát, és mindenki, aki a bajba jutott embereken, családokon segíteni akar, a világ minden részéről ide elküldheti az adományait. Két számlaszám létezik. Az első számlaszám, ami látszik is, a belföldről érkező utalásokat tudja fogadni. Ennek a számlaszáma úgy néz ki, hogy 117.940, és utána pedig 10 darab kettes. Külföldről érkező utalások esetében a HU betűjel után 28.11.79.40, és utána 10 darab kettes, majd 8 darab nulla. Arra kérek mindenkit, minden magyart, hogy aki teheti, éljen bármely pontján a világnak, társuljon ehhez az összefogáshoz, legyen része ennek az összefogásnak, csatlakozzon, hogy együtt segíthessünk azokon, akik bajba jutottak, és együtt leelhessünk életet egy elpusztulni látszó térségbe. A küzdelem jelenleg is tovább tart, a veszély még nem hárult el, a tározó gátja tovább gyengül, és ezért ma éjszaka újabb kitelepítésekre került sor. Kolontár falut teljesen ki kellett üríteni, az emberek biztonságban vannak, de várjuk a fejleményeket, és szükség esetén Debecser város teljes lakosságát is képesek leszünk kitelepíteni. Teljes készültségben, riadókészültségben állott lent több száz ember, több száz eszköz, és várja, hogy mi fog történni. A cég természetesen együttműködő, de ez nem teszi meg nem történté mindazt, amit el kellett szenvedni. Másodszorban egy nagyon okos megoldásra van szükség, mert 3000 embernek a munkahelyéről is szó van. Tehát a kormánynak egy olyan megoldást kell találnia, hogy 3000 ember munkahelye is megmaradjon, és ugyanakkor ne következhessen be még egyszer az, ami megtörtént, és azok a személyek, akik egyébként előidézték mindazt, ami bekövetkezett, azokra nem bízhatjuk rá a munkahelyek megvédését. Tehát egy bonyolult helyzetben vagyunk, nincs miről megalkudni egymással, óriási károk történtek, emberéleteket vesztettünk el, egy térség élet lehetőségei tönkrementek. Ezért valakinek felelni kell. A felelősség és a kimért büntetés arányban kell álljon az okozott kárral és az elpusztult értékekkel. Két választási lehetőség van azoknak, akik nem akarnak visszamenni azokba a házakba, amelyeket lerombolt az áradat. Az egyik, hogy van egy listánk, amiben fölkínálunk az ország különböző pontjain létező lakásokat. Másfelől pedig a polgármesterek kijelölték azokat a területeket, ahol újjá tudjuk építeni, illetve új utcákat tudunk létrehozni. Mostani tudásunk szerint sehol nem történt még ilyen katasztrófa. Tehát egy olyan katasztrófával állunk szemben, ahol nem tudunk egyszerűen az internetről, vagy egy nagykövetségtől, vagy akár a saját tudománytárunkból leemelni egy dossziét a polcról, kinyitni, és azt mondani, hogy na, ilyenkor ez és ez szokott történni, a következő lépésekben kell mindenre reagálni. Nem áll a rendelkezésünkre ez a tudás, most állítjuk össze.